Ítéletidő. Felhőszakadással, jégesővel és szélviharral csapott le a hideg front a városra. Főútfejlesztés. Jövőre kezdődhet a Nyíl utca 4 sávosításának előkészítése. 5 éves a Tisza Talent. Együtt ünnepelte az évfordulót a futballista tehetséggondozó közössége. Köszöntöm Önöket! Ez a DTV híradója augusztus 6-án, vasárnap. Már is jövünk a hétvégi hír összefoglalónkkal. Kidőlt fák, elöntött utcák, beázott épületek. Bőven akadt munkája a katasztrófavédelemnek a hétvégén Debrecenben. Péntek délután érkezett meg az erőteljes hidegfront első hulláma a városba, és szombaton is folytatódott a rendkívüli időjárás. Folyamatosan érkeztek a bejelentések a katasztrófavédelemhez, a kárelhárítás azóta is tart. Mintha egy katasztrófa film jeleneteit látnánk, pedig ez valóban megtörtént, mégpedig itt, Debrecenben. Törtek a faágak, borultak a kukák. Hatalmas széllökésekkel és hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű esővel csapott le a hidegfront péntek délután a városra. A viharban mindenki igyekezett fedett helyre menekülni, mivel az esernyő ezúttal nem sokat ért. A rendkívül heves esőzés több utcát is átmenetileg folyóvá változtatott, így a járművek hajóként mentek az úton. Az esővíz több helyen az épületekbe is utat talált. A nagy mennyiségű csapadék a Debreceni Egyetem klinikai központ egyik épületének alaksorát is elárasztotta, illetve a Déri Múzeum pincéjében is állt a víz, ezért ott is szivattyúztak a tűzoltók az éjszaka folyamán. A viharos szél fákat döntött ki, hatalmas ágakat tört le. Több autó is kárt szenvedett a rendkívüli időjárás miatt. A katasztrófavédelem munkatársai azonnal megkezdték a károk elhárítását. A pénteki vihar után mintegy 200 bejelentést kapott a vármegyei központ. Az esetek egy része Püspökladányban volt, illetve Hajdúszoboszló Hajdúhatház, de a legnagyobb része Debrecent érintette. Nem csak a debreceni hivatásos tűzoltókra volt szükség a vármegye székhelyen, hanem a környező települések tűzoltói is bejöttek és segítettek minél hamarabb felszámolni a károkat. Az időjárás szombaton sem volt kegyes hozzánk. Újabb zivatar érkezett Debrecenbe jégesővel. A hétvégi extrém időjárás miatt folyamatosan érkeznek a bejelentések a katasztrófa védelemhez. A jövő évre ütemezik a Nyíl utca 4 sávosításának előkészítését a nemrég közzétett Debrecent érintő 112 milliárd forintos kormányzati fejlesztési csomag részeként. A tervezett beruházás a város egyik legforgalmasabb útvonalán teheti dinamikusabbá a közlekedést. A Nyíl utca kapacitás bővítésének előkészítésére 30 millió forintot biztosít a kormány. Hétköznap szinte reggeltől estig nagy a forgalom a Nyíl utcán. A város egyik frekventált környékez. Naponta 20 ezer jármű halad át a kétsávos úton. Ott jártunkkor is egymás után érkeztek a személygépkocsik, a buszok és a kamionok a 33-as főút belvárosi szakaszán. A jelentős forgalom terhelés miatt az erre közlekedők szükségesnek tartják ennek az utcának a kapacitás bővítését. Ennek nagyon fogunk örülni, ez finoman fogalmazva is tragédia ez a Nyíl utca. Itt autóval közlekedni mondhatnám embertelen. Itt jelzőlámpák viszonylag jól működnek, de rengeteg özön autó van, és ezt nem tudom, hogy bírja már ez az utca egyáltalán átengedni ezt a mennyiséget. A tervek szerint 4 sávossá bővítenék a Nyíl utcát. Ennek első lépése a tervezett beruházás előkészítése. A tanulmány tervre 30 millió forintot ad az állam abban a múlt hónapban közzétett kormányrendeletben, amely összesen 112 milliárd forintnyi forrást biztosít debreceni, nagyrészt közlekedésfejlesztési beruházások előkészítésére, tervezésére, illetve megvalósítására. A kormányzati csomag a város szinte minden részét érinti. Ez jelentős mértékben érinti Debrecen közlekedési rendszerét, érinti az ipari parkokkal kapcsolatos fenntarthatósági folyamatokat, kontroll folyamatoknak a megvalósítását, véderdősítést, de elsősorban is jelentős mértékben a közlekedés fejlesztésre koncentrál.
A kormány rendelet 2024-re ütemezi a kapacitás bővítés előkészítését a 33-as főút Nyíl utcai szakaszán. Együtt szólalt meg az orgona és a fuvola szombat este a református kis templomban. A különleges koncert mellett interaktív hangszerbemutató, templomtörténeti séta és toronytúra is várta az érdeklődőket az orgonák éjszakájának debreceni helyszínén. Megtelt a kis templom az orgonák éjszakáján. Csaknem ezren látogattak el a kulturális rendezvényre, ami különleges zenei élményt kínált. A hölgynek is nagyon tetszett a fuvola előadásra, és az orgona mű is nagyon tetszett Baktól. Jantyik Hanna fuvola művész és Sárosi Dániel orgona művész adott közös hangversenyt a Csonka templomban. Kifejezetten erre az estére társították a két hangszert. Barokk művek nyitották a sort, de a francia impressionizmus dallama és a jazzes harmóniák sem hiányoztak a műsorból. Maga a helyszín is inspiráló volt a fellépő művészek számára. Ha a technikai szempontból nézzük, fantasztikus az akusztika az új templomban. Ha lelki szempontból nézzük, egyrészt itthon játszani mindig nagyon-nagyon jó, másrészt pedig látni, hogy komoly zenei koncertre ennyien begyűlnek egy ilyen gyönyörű templomba, az egy nagyon felemelő és inspiráló. Református kis templom orgona művész kántora Sárosi Dániel szólaltatta meg a grandiózus hangszer sípjait, aki interaktív hangszerbemutatót is tartott az orgonák éjszakáján. Az egész este arról szólt, hogy bensőségesebb kapcsolat alakuljon ki az orgona, annak zenei világa és a közönség között. A Filharmónia Magyarország 2019-ben indította útjára ezt az országos, sőt már határon túlra bővült orgonák éjszakája rendezvényt. Célja elsősorban az, hogy közel hozza, megismertesse az érdeklődőkkel az orgona szerkezetét, hangját, lehetőségeit, és egy picit a kulisszák mögé is betekinthetjük ezáltal. Nem csak koncert várta a látogatókat az orgonák éjszakáján. Templomtörténeti sétán is részt vettek az érdeklődők Veres Dániel művészettörténész vezetésével, és toronytúrákat is tartottak a szombatesti rendezvényen a kis templomban. Hajdúbagoson és Bedőn folytatódott a hétvégén a Hajdú hagyományok nyomában című kulturális programsorozat. A Vármegyei Önkormányzat szervezésében egészen novemberig lesznek különféle közösségépítő és hagyományőrző rendezvények a hajdúbihari településeken. Már a délutáni órákban jó volt a hangulat Hajdúbagoson szombaton. Többen táncra is perdültek a közösségi rendezvényen. A színpadon Olá Gergő szórakoztatta a közönséget, és sok más program is színesítette a családi napot. Mindenki megismerheti azt, hogy milyen egy falu közösség, illetve a gyerekeknek is teljesen jó az, hogy ingyen ugrálhatnak a várba, nagyon sok látnivaló van errefelé, szerintem Bagoson, úgyhogy családi kikapcsolódás is hétvégén, de nyáron. Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat a hajdúbagosi forgatagban. Hajdúbihar vármegye önkormányzata szervezte a családi napot, amelyen minden korosztály talált neki megfelelő programot. Azt mondhatjuk, hogy nagyon fontos, hogy a kis településeken meglévő közösségek is úgy tudják megélni a hétköznapokat, meg az ünnepnapokat, és amikor egymással együtt tudnak örülni bizonyos programokon. Látható, hogy a kézműves játszóház az egyik legsikeresebb. Talán azt mondhatjuk, hogy a gyerekek azok, akik ilyenkor a fókuszunkban vannak. Liszter Sándor és a Vadrózsák műsora teremtett remek hangulatot Bedűn, a Vármegyei Önkormányzat szervezésében. Ez is része a Hajdú hagyományok nyomában című projektnek, ami a hagyományőrzés és a közösségépítés jegyében gazdagítja a hajdúbihari települések kulturális életét. Nagyon jó, hogy van ilyen rendezvény, nagyon jó. Főleg itt Bedőnben. Ez egy hagyományőrző. Az egész éves programsorozat sokféle rendezvény kínál vármegye szerte. Ikonikus épületek fényfestésétől a színházi előadásokon át a nyári táborokig. Egy olyan komplex, kulturális élményt tudtunk adni a megye lakosságának, településeknek, intézményeknek, amely azt gondolom, hogy méltán bárkinek a tetszését kivívta, és azt hiszem, hogy a megye szerte nagy az elismerés.
nem az a lényeg, hogy mi elismerést akartunk kapni, hanem az a lényeg, hogy megmutattuk, hogy így is lehet csinálni. Több száz programelemből áll a Hajdú hagyományok nyomában elnevezésű projekt, amely novemberben zárul a Vármegyében. Csomópont fejlesztés a város keleti részén, tankönyvcsomagok az iskolákban, tanszergyűjtés a karitatív testületnél, jótékonysági sportprogram a belvárosban és virágkarnevára készülő táncosok. Válogatása hét híreiből, röviden. Elkezdődhet a Vámospércsi út, a Hétvezér és a Budai Nagyantal utca csomópontjának a kapacitásbővítő fejlesztése. A tervek szerint minden irányban külön jobbra kanyarodó sávot alakítanak ki a forgalmas kereszteződésben. 1,8 milliárd forintot biztosít a kormány a beruházásra. Megérkeztek az első tankönyvcsomagok a debreceni iskolákba. Országszerte 12,5 millió tankönyvet rendeltek az intézmények a következő tanévre. Ezekből több mint 10 millió kötet az Alföldi nyomdában készült. Szeptembertől már minden évfolyam új generációs tankönyvekből tanulhat. Ismét tanszergyűjtést szervez a debreceni karitatív testület rászoruló családok, gyermekek részére. Helyi cégek is csatlakoztak az akcióhoz. A felajánlott tanszereket az Ördög papír üzleteiben és az Osan áruházban lehet leadni. A pénzadományokat a karitatív testület számlájára lehet átutalni. Fitness Fiesta 2.0 címmel jótékonysági sportprogramot szerveztek pénteken a Kölcsei Központ tetőteraszán. A rendezvényen befolyt összegből a leukémiás gyermekekért alapítvány azoknak az édesanyáknak az ebédjét biztosítja majd, akiknek a gyerekét a Klinikai Központ gyermekhematológiai és onkológiai osztályán kezelik. Elkezdték a felkészülést a táncosok a virágkarnevára. Már a legfiatalabb fellépők is teljes erőbedobással készülnek augusztus 20-ára. Egyes debreceni tánciskolákban már július közepe óta gyakorolják a karneváli koreográfiát. Az összpontosításra és a kitartásra is igyekszik megtanítani a fiatalokat a foci edzéseken a Tisza Talent Management. Az 5 éve alapított futballista tehetséggondozó az értékközvetítés jegyében rendezte meg a mai jubileumi ünnepségét, természetesen focipályán. A borús idő ellenére is lendületesen rúgták a focilabdát a fiatalok vasárnap délután a TTM Grundon. Hetente 50-60 gyermek fordul meg itt az edzéseken. Kis Gyula 10 éve focizik, és 3 éve segíti a fejlődését a Tisza Talent Management. Szerintem azért jók ezek az edzések, mert ugye egyesületi edzésen kicsit többen vagyunk, és kevesebb figyelem jut ránk, itt pedig ugye több figyelem jut minden egyes személyre. Rengeteget fejlődünk technikailag, másra tudunk koncentrálni, kicsit másabb, mint az egyesületi edzés, intenzívebb és nagyon baráti a közeg. A Tisza Talent Managementet 5 éve alapították. Ezzel a focis közösségi nappal ünnepelte a jubileumot a tehetséggondozó. Azaz! Az elmúlt években több száz fiatal futballistának nyújtott segítséget a Tisza Talent Management egyéni képzésekkel, mentorálással és tanácsadással. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tudunk segíteni, de mindig azt szoktam mondani, hogy mondjuk van egy játékos, aki 100%-ban felkészül, és mondjuk 90%-ban ugyanolyan, mint a többi, és azt a 10%-ot vagy 5%-ot kell megtalálni, amiben egy kicsit különbség lehet a többiekkel szemben, és én úgy gondolom, hogy a mi képzésünk azt a pici 5-10%-ot hozzá tudja adni hosszú távon, ami esetleg különbség lehet a gyerekek között. Az 5 éve működő Tisza Talent Management törekvése változatlan. A sporton keresztül értéket közvetíteni és a gyerekeknek megmutatni, hogy tudatos felkészüléssel milyen sikereket lehet elérni az életben. Híreink után a várható időjárásról. Hétfőn egész nap felhős lesz az ég a térségünkben. Futózáporokra és erős széllökésekre is számíthatunk a nap folyamán. Holnap hajnalban 14-15, napközben 21-22 fok körül alakul a hőmérséklet Debrecenben. Ez volt a vasárnapi DTV híradó. Riportjainkat a Dehíren és a Médiacentrum mobil applikációján is elérhetik. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Addig is viszontlátásra!